Kérem, hogy a létszám megállapítása érdekében kartványújtással jelezzék jelenlétüket. Valinda podizányom rúku potporúte szóra prisztusztvó u cíli utvrdíványa kvóruma. Megállapítom, hogy az ülésen 29 képviselő van jelen, így az alakuló ülés megtartásához szükséges föltételek megvannak. Átérünk a napirend megállapítására. Az ügyrendi szabályzat 136. szakaszával összhangban megállapítom, hogy a községi tanács az ülés napirendjére gyorsított eljárással való fölvételére tett javaslatot. Határozatjavaslat az ügyintézés és mandátumügyi bizottság fölmentéséről, határozatjavaslat az ügyintézés és mandátumügyi bizottság kinevezéséről, rendeletjavaslat a Magyar Kanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A meghívóban szereplő 8., 9., 10. napirendi pont eszerint a 11., 12., 13. napirendi pont alatt kerül megvitatásra. E javaslatra a képviselőtestület vita nélkül dönt. Az ügyrendi szabályzat rendelkezései szerint a kérdésről való szavazás előtt a képviselőtestület meghallgatja az előterjesztő indokolását. Kérem az előterjesztőt, hogy ismertesse az indoklását. Tisztelt elnöklő, tisztelt képviselő jelöltek! A Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület ügyrendi szabályzatának 135. szakasza előlátja, hogyha valamely aktus meghozatala halaszthatatlanul szükséges, vagy ha egy ilyen aktus záros határidőn belül való meghozatalának elmulasztása ártana vagy árthatna a lakosság vagy a jogi személyek érdekeinek, illetve a képviselőtestületi hatáskörbe tartozó ügyek ellátásának, úgy az aktus javaslata megvitatása és döntéshozatalra a képviselőtestület elé vihető anélkül, hogy azt előzetesen megvitatták volna a képviselőtestületi munkatestületek. A Magyar Kanizsai Községi Tanács ezzel összhangban 3 napi rendi pontot terjeszt egy gyorsított eljárásban a képviselőtestület elé, mégpedig a határozati javaslatot az ügyintézési és mandátumügyi bizottság fölmentéséről, szintén ugyanezen bizottság kinevezéséről, illetve rendeletjavaslatot a Magyar Kanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet módosításáról. Az első 2 napi rendi pontra azért van szükség, mivel hogy ezt a bizottságot az előző összetételű képviselőtestület alakuló ülésén nevezték ki, így ennek a bizottságnak a mandátuma lejár. A Magyar Kanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet módosítására pedig azért van szükség, mivel hogy a mai napon ki lesz nevezve a Magyar Kanizsai Községi Tanács, és bizonyos hatáskörök változnának a tanácsban. Kérem a képviselőket, fogadják el a javaslatot. Köszönöm. Kérem, szavazzunk az előterjesztő javaslatáról. Szavazáshoz minden képviselő jelölt kap 3 színes papírt. A zöld az igen szavazatot jelenti, a nem a sárga, sárgával lehet a nemmel szavazni, és nemmel a piros, a tartózkodó a sárga. Tehát a zöld az igen szavazat, sárga a tartózkodó, a nem a piros. Akkor, tehát kérem, szavazzunk az előterjesztő javaslatáról. Ki van a javaslat elfogadása mellett, ki van ellene, ki tartózkodik. Megállapítom, hogy 27 igen szavazat van, és 2 tartózkodó, tehát összesen 29. Tehát 27 igen,
két tartózkodó szavazat mellett a képviselőtestület elfogadta az előterjesztő az ülés napirendjére gyorsított eljárással való fölvételére tett aktusok javaslatát. Kérem, szavazunk a napirend egészéről, amely tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. Ki van a napirend elfogadása mellett, ki van ellene, ki tartózkodik. Megállapítom, hogy 29 igen szavazat mellett a képviselőtestület elfogadta napirendi egészét. Átérünk a pontonkénti tárgyalásra. Első pont, a Magyar-Kanizsai Községi Választási Bizottság jelentése a Magyar-Kanizsai Községi Képviselőtestületi Tagok 2020. június 21-én lebonyolított választásáról. A napirendi pontot Kassa Attila Községi Választási Bizottság elnöke ismerteti. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici. Ja bi samo ukratko da obrazložim i iznesem izveštaj opštinske izborne komisije. Dakle, opštinska izborna komisija opštine Kanjiža donela je rešenje o proglašenju pet izbornih lista za izbor odbornika Skupštine opštine Kanjiža. Nakon izbora na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je sledeće. Dakle, ukupno je bilo glasačkih listića 22.033. Prema izvodima iz biračkog spiska upisano je bilo 22.052 birača, od kojih je glasalo ukupno 11.987. Važećih glasačkih listića je bilo 11.676 i na osnovu ovih podataka nastali su sledeći rezultati. Najveći broj glasova birača dobila je lista Vojdošagi Mođar Sovečik Pastor Ištvan, Savez Vojvodinskih Mađara Ištvan Pastor, 7.452 glasa, što čini ukupno 20 odborničkih mandata. Tehát a Vojdošagi Mađar Sovečik Pastor Ištvan lista kapta a legtöbb szavazatot, a 7.452 szavazatot, amely 20 képviselői mandátumot jelent. Második helyen Aleksandar Vučić za našu decu, 2104 glasa, što čini 5 odborničkih mandata. Tehát második helyen Aleksandar Vučić gyermekeinkért, 2104 szavazat, ami 5 képviselői mandátumot jelent. Harmadik helyen Ukrok Összefogás Tandari Zoltán, 938 szavazattal, amely 2 képviselői mandátumot jelent. Dakle, na trećem mestu Ukrok, Ujedinjeni Tandari, Zoltan Tandari, 938 glasa, što znači 2 odbornička mandata. Na četvrtom mestu Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, SPS, 696 glasa, 1 odbornički mandat. Következő helyen Ivica Dačić, Serbiai Socialista Part, SSP, 696 szavazat, 1 képviselői mandátum. És végül, de nem utolsó sorban, Koalícia Vojvodjanski Front, Ujedinjeni za demokratsku Kanjižu, Goran Nikičić, 486 glasa, 1 odbornički mandat. Tehát Koalíció Vojdasági Front együtt demokratikus Magyar Kanizsáért Nikičić Goran, 486 szavazat, 1 képviselői mandátum. Tehát röviden ennyi, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és további sikeres munkát. És köszönjük a beszámolót. Megnyitom a vitát, amennyiben van erre valakinek hozzászólása. Akkor be is rekeztem. Szavazásra bocsátom a napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett, ki van ellene, ki tartózkodik? Megállapítom, hogy 29 igen szavazat mellett a képviselőtestület elfogadta a Magyar-Kanizsai Községi Választási Bizottság jelentését a Magyar-Kanizsai Községi Képviselőtestületi Tagok 2020. június 21-én lebonyolított választásáról.
Második pont a mandátum hitelesítő bizottság megválasztása. A tagok mandátumát a képviselő testület a mandátum hitelesítő bizottság beszámolója alapján erősíti meg. A mandátum hitelesítő bizottság a községi választási bizottság beszámolója alapján megállapítja, hogy az egyes képviselő testületi tagok megválasztásáról kiállított hatósági bizonyítványokban szereplő adatok azonosak-e a községi választási bizottság beszámolójában foglalt adatokkal, valamint hogy a hatósági bizonyítványokat az arra illetékes szerv állította-e ki, és erről beszámolót terjeszt a képviselő testület elé. Az ügyrendi szabályzat rendelkezései szerint az elnöklő az alakuló képviselő testületi ülésén javaslatot tesz a bizottság összetételére. Az ügyrendi szabályzattal összhangban a háromtagú bizottságba egy-egy tagot ad a legtöbb képviselő testületi mandátumot szerzett három választási lista, ezek a Vajdasági Magyar Szövetség, Pásztor István, az Alekszandr Vucic gyermekeinkért, illetve az Ukrok Községi Összefogás Tandori lista javasolt közösen egy-egy tagot. A lista vezetők javaslataikat megküldték, és ez alapján ismertetem a bizottság összetételére szóló javaslatom. Petikosics Tibor, Vajda Gabriella, Szlagyana Ilic. A bizottság elnöklője a legidősebb bizottsági tag, Pletikosics Tibor. Szavazásra bocsátom a mandátum hitelesítő bizottság kinevezésére vonatkozó javaslatot. Ki van a javaslat elfogadása mellett, ki van ellene, ki tartózkodik. Megállapítom, hogy 29 igen szavazat mellett a képviselő testület elfogadta a mandátum hitelesítő bizottság kinevezésére vonatkozó javaslatot. A bizottság feladatának elvégzésére 10 perces szünetet rendelek el. Kérem a mandátum hitelesítő bizottság elnöklőjét, hogy ismertesse a bizottság jelentését. Tisztelt elnöklő, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőjelöltek, most a dámai gospodo. A Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület mandátumhitelező bizottsága 2020. augusztus 21-én Magyar Kanizsa Község Képviselőtestületének benyújtja a mandátumhitelesítő bizottság jelentését. A mandátum hitelesítő bizottság megtekintette a Magyar Kanizsai Községi Választási Bizottság, a továbbiakban Választási Bizottság 2020. július 2-án készült jelentését, és a Választási Bizottság által a képviselő testületi tagok megválasztásáról kiállított hatósági igazolványokat. A mandátum hitelesítő bizottság megállapította, hogy a hatósági bizonyítványokban szereplő adatok azonosak a választási bizottság jelentésében foglalt adatokkal, valamint, hogy a hatósági bizonyítványokat az arra illetékes személy állította ki és írta alá. A fentiek alapján a mandátum hitelesítő bizottság a Magyar Kanizsa Községi Képviselő Testületnek javasolja, hogy az alábbiak szerint hozzon rendeletet a Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület tagok mandátumának megerősítéséről. Elsőként Alekszandr Vucic gyermekeinkért, 1-es Debojsa Rákic, 2-es Márkos Dero, 3-as Vajda Gabriella, 4-es Petrovics Klisic Jelena, 5-ös Tomin Zorán, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István Szávész Vajdanyánszki Magyar István Pásztor, 1-es Fejsztámer Róbert, 2-es Lackó Róbert, 3-as Dr. Pajor Margit, 4-es Dencs Valéria, 5-ös Rövid Jenő, 6-os Újvári Zsombor, 7-es
Dr. Bús Mária, 8-as Pletikoszi Tibor, 9-es Szabó József, 10-es Bajusz Konc Ágnes, 11-es Vanyú Zoltán, 12-es Utasi Jenő, 13-as Borsos Karolina, 14-es Dr. Törteli Telek Márta, 15-ös Samu Tibor, 16-os Nógrádi Anikó, 17-es Fekete Zsanett, 18-as Kávai Szabolcs, 19-es Nagy Attila, 20-as Dobó Ella. Ukrok, összefogás Tandari, Tandari Zoltán, Ukrok, Ujedinyeni, Tandari, Zoltán, Tandari. 1-es Tandari Zoltán, 2-es Ilics Szlagyana. Ivica Dacsics, Szerb Szocialista Párt, SSP, Majkovics Milica. Koalíció, Vajdasági Front, Együtt a Demokratikus Magyar Kanizsáért, Nikicsics Gorán, 1-es Nikicsics Gorán. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, és visszaadnám a továbbiakban. Köszönjük. A szavazásra bocsátom a napirendi pontot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett, ki van ellene, ki tartózkodik. Igen, szavazat mellett a képviselőtestület elfogadta a mandátum hitelesítő bizottság jelentését. A bizottság jelentésével összhangban megállapítom, hogy a képviselőtestület a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület 29 tagjának erősíti meg mandátumát a következők szerint. Vajdasági Magyar Szövetség, Pásztor István, Szávez Vajvodjanszkik megyára, István Pásztor. Fejsztámer Róbert, okleveles közgazdás, Lackó Róbert, informatikai technikus, Dr. Pajor Margit, magas szakképzett általános szakorvos, Dencs Valéria, okleveles közgazdász, Rövid Jenő, történelemtanár, Újvári Zsombor, okleveles mérnök informatikus, Dr. Bús Mária, általános orvos, Pletikoszics Tibor, műszaki és informatika tanár, Szabó József, géplakatos, Bajusz Konc Ágnes, okleveles kémia tanár, Varnyú Zoltán, kertészmérnök, Utasi Jenő, plébános, Borsos Karolina, mezőgazdasági technikus, Dr. Törteli Telek Márta, bölcsésztudományok doktora, Samu Tibor, üzemgépészmérnök, Nógrádi Anika osztálytanító, Fekete Zsanett, mesterfokozatú tanító, Kávai Szabolcs, okleveles történész, Nagy Attila, gyógyszertechnikus, Dobó Ella, mesterfokozatú közgazdász. Alexander Vucic gyermekeinkért, Rakic Nebojsa menedzser, Zdélo Márko gimnázium, Vajda Gabriella, okleveles közgazdász, Petrovic Lisic Jelena, okleveles közgazdász, Tomin Zarán, közgazdasági technikus. Ukrok, összefogás Tandari, Tandari Zoltán, Ukrok, Ujedinyeni Tandari, Zoltán Tandari, Tandari Zoltán vállalkozó, Ilics Szlagyana, mezőgazdasági technikus. Ivica Dacsics, Szerbiai Szocialista Párt, Majkovics Milica, Koalíció Vajdasági Front, Együtt a Demokratikus Magyar Kanizsáit, Nikicsics Gorán tanár. A megerősített mandátumú képviselők fogadalmat tesznek. Először a fogadalom magyar nyelvű szövegét, majd a szerb nyelvű szöveget olvasom fel, kérem a képviselőket ismételjék utánam. Fölállva Stojicsit. Én, Utasi Jenő,
fogadom, hogy a Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület működésében az alkotmányt, a törvényeket és Magyar Kanizsa Község alapszabályát megtartom, a lakosság érdekeitől vezérelve, képviselői tisztségemet becsülettel és részrehajlás nélkül fogom gyakorolni. Morim odborníke de poláže zákletvu. Já zaklínem se, daťu se u rádu skupštine opštine Kanjiža, pridržávati ústava, zákona i statuta opštine Kanjiža, i daťu časno, i nepristrano vršiti dužnost odborníka, rukovodeći se interesima građana. A helyi önkormányzatról szóló törvény és a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület ügyrendi szabályzatával összhangban a Községi Képviselőtestület elnökét a képviselőtestület a tagok köréből 4 évre titkos szavazással választja. Jelöltet legalább 10 tag állíthat, ami a képviselőtestületi tagok összlétszámának 1/3. Egy képviselő csak egy jelölt jelölésében vehet részt. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt család és utónevét, rövid életrajzát, párthovatartozását, rövid indoklást, a jelölt írásbeli beleegyezését, valamint a jelölők szószólójának család és utónevét. A jelölést írásban kell benyújtani, ezért 10 perces szünetet rendelek el. Kívánja a jelölők nevében a jelölők szószólója megindokolni a jelölést. Igen. Tisztelt államnökről, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, dámy gospodo. A Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület ügyrendi szabályzatának 17. szakasza Magyar Kanizsa Község hivatalos lapjának 9/19. Száma alapján a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnöki tisztségére 4 éves időszakra Lackó Róbert magyar kanizsai lakost, Magyar Kanizsa Község Képviselőtestületi tagot jelöljük. Indoklás. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a községi képviselőtestületi elnököt a képviselőtestületi tagok legalább 1/3 javaslatára kell megválasztani. Javasoljuk, hogy a képviselőtestületi elnöki tisztséget Lackó Róbert magyar kanizsai lakos lássa el. Lackó Róbert 1960-ban született, Szabadkán szerzett oklevelet, mint informatikai technikus. A katonai szolgálat letöltése után az Integrál Építőipari Vállalatban helyezkedett el, koordinátori munkakörben 1985-ben tért vissza Magyar Kanizsára, ahol ezután a Metál Fényfeldolgozó Vállalatban üzletködő referensként dolgozott, majd 2 évig az eladási osztályvezetője volt. Később a magánvállalkozás vizeire vezet, és 1998-ig vezetett egy papírkereskedést. Ezek után 10 évig Szabadkán dolgozott egy szerszám értékesítő üzlet igazgatójaként, majd ezt a vállalkozást 2011-től Magyar Kanizsán folytatta a Metalmania keretein belül. 2012 és 2014 között Magyar Kanizsa Község alpolgármestereként, majd 2014 és 2016 között a Községi Képviselőtestület elnöki tisztségét látta el. 2016 és 2020 között Magyar Kanizsa helyi közösség tanácsának elnöke.
Nős, felesége banktisztviselőként dolgozik, két ifjú hölgy büszke édesapja és nagyapa. A magyar és a szerb nyelvet anyanyelvi, míg az angolt nyelvet társalgási szinten beszéli. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István választási listáról a Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület tagjává választották. A fentiekkel összhangban javasoljuk, hogy a Magyar Kanizsai Község Képviselő Testületi jelöltünket válassza meg a fönt nevezett tisztségre. Javaslattevők: Fejszámor Róbert, Lackó Róbert, dr. Pajor Margit, Dencs Valéria, Rövid Jenő, Újvári Csombor, dr. Bús Mária, Pletikoszi Tibor, Szabó József, Bajusz Konc Ágnes, Varnyú Zoltán, Utasi Jenő, Borsos Karolina, dr. Törteli Telek Márta, Samu Tibor, Nógrádi Anikó, Fekete Zsanett, Kávai Szabolcs, Nagy Attila, Dobó Ella, Rákics Nebojsa, Márkos Dero, Vajda Gabriella, Petrovics Glisics Jelena és Tomin Zorán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kíván a képviselő testületi elnöki tisztségre állított jelölt bemutatkozni. Nem. Tehát nem, akkor megnyitom a vitát a jelöltről. Nincs jelentkező, megállapítom a képviselő testületi elnökjelöltek listáján a jelölések átadásának sorrendjében Lackó Róbert kapta. Tehát egy személy. Az ügyrendi szabályzat szerint a képviselő testületi elnökjelölt a szavazást nem irányíthatja, az irányításhoz segítséget nem nyújthat. Szavazni szavazólapon kell, a szavazólapon a jelölteket a jelöllistán megállapított sorrendben kell feltüntetni, a jelölt nevel és sorszámot kell tenni. A szavazólapon feltüntetett jelölt a neve előtti sorszám bekarikázására kell szavazni, bekarikázásával kell szavazni. Az ügyrendi szabályzat szerint a képviselő testület elnökének és elnök helyettesének megválasztására vonatkozó titkos szavazás lebonyolítására és eredményének megállapítására háromtagú bizottság alakul, amelynek tagjait a legtöbb képviselő helyet szerzett három választási lista adja. A listavezetők javaslataikat megküldték, és az alapján ismertetem a bizottság összetételére szóló javaslatom: Petikoszics Tibor, Vajda Gabriella, Szladzsena Ilics. A bizottság elnöklője, a legidősebb bizottsági tag, Pletikoszics Tibor. Szavazásra bocsátom a Magyar Kanizsai Községi Képviselő Testület elnökének és elnök helyettesének megválasztására vonatkozó titkos szavazást lebonyolító és eredményeket megállapító bizottság megalakítására vonatkozó javaslatot. Ki van a javaslat elfogadása mellett, ki van ellene, ki tartózkodik. Huszonkilenc igen szavazat mellett a képviselőtestület elfogadta a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnökének és elnök helyettesének megválasztására vonatkozó titkos szavazást lebonyolító és eredményeket megállapító bizottság megalakítására vonatkozó javaslatot. A szavazólapok elkészítésére ismét 10 perces szünetet rendelek el. Következik a titkos szavazás. Kérem a képviselőket, hogy a szólítását követően minden egyes tag vegye át a szavazólapot. Tehát szólítani fogom név szerint a képviselőket, és kérem, hogy fáradjanak ki, hogy átvegyék a szavazólapokat. Znácsi Jácsöretyi imena odbornikai molim vás da dođite da preuzmete glasačke listiće. Rakić Nebojša. Ždero Marko.
Vajda Gabriella. Petrovics Glisit Jelena. Tomin Zoran. Fejszámmel Róbert. Lackó Róbert. Dr. Pajor Margit. Dáncs Valéria. Rövid Jenő. Újvári Zsombor. Dr. Bús Mária. Pletikoszics Tibor. Szabó József. Bajusz Konc Ágnes. Varnyú Zoltán. Utasi Jenő. Borsos Karolina. Dr. Törteli Telek Márta. Samu Tibor. Nógrádi Anikó. Fekete Zsanett. Kávai Szabolcs. Nagy Attila. Dobó Ella. Tandari Zoltán. Ilics Szagyana. Majkovics Milica. És Niki Csigorán. Gorán. 15 perces szünetet rendelek el a szavazás eredményének megállapítására. Tehát 15 perc szünet. Kérem azt ismertetni a szavazás eredményét. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, támogató gospodó. Jelentés a titkos szavazás megállapításáról, amely 2020. augusztus 21-én a Magyar Kanizsa Község Képviselőtestületének elnökének megválasztására vonatkozó titkos szavazás eredményének megállapítására vonatkozik. Az ügyrendi szabályzat 20. szakaszával összhangban a következő kerültek megállapítása. 29 szavazólap került nyomtatásra, a szavazólap üres volt. A szavazóurna üres volt. 29 képviselő vette át a szavazólapot. A szavazás 12 óra 30 perckor kezdődött. A szavazás alatt nem észleltünk rendellenességeket. A szavazás után az ügyrendi szabályzat 20. szakasza alapján a következőket állapítottuk meg. A kiosztott szavazólapok száma 29. A felhasznált szavazólapok száma 29. A fel nem használt szavazólapok száma 0. Az érvényes szavazólapok száma 29.
Az érvénytelen szavazólapok száma 0. Mellette 27 képviselő szavazott, ellene 2 képviselő szavazott. Megállapítjuk, hogy Lackó Róbert képviselő testületi elnök jelöltre 27 mellette és 2 ellenszavazattal Lackó Róbertet megválasztott. Köszönöm szépen. Gratulunk, és ezzel átadom a széket és a feladatokat. Sok szerencsét hozzá. Jó napot kívánok mindenkinek erről a helyről is. Még innen is szeretném megköszönni a bizalmat. Szavok mestan bi se zahvalio za poverenje. I da nastavimo rad. Ja se nadam malo možda čak i u boljem tempu. Ha minden igaz, egy kicsit talán tudunk gyorsítani is. Áttérünk a következő napirendi pontra. A Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnökhelyettesének megválasztására. A képviselőtestületi elnökhelyettes jelölését és megválasztását ugyan azzal az eljárással kell lebonyolítani, amelyet az ügyrendi szabályzat a képviselőtestületi elnök megválasztására írt elő. Jelölt legalább 10 tag állíthat, ami a képviselőtestületi tagok összetételének 1/3. Egy képviselő természetesen csak egy jelölt jelölésében vehet részt. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt család és utónevét, rövid életrajzát, párthovatartozását, rövid indoklást, a jelölt írásbeli beleegyezését, valamint a jelölők szószólójának család és utónevét. A jelölést írásban kell benyújtani, és mivel ez megtörtént, most nem rendelünk el szünetet, hanem kérjük a Marikát, hogy ossza ki a jelöltek. Tehát javaslatot. Ja, hogy megkérdezem, hogy kívánja. De akkor előbb be.
és adjon, legyen szíves egy jelölt. És akkor felolvasom, hogy ki kéne lehetni. Jó, mivel megkaptuk a javaslatokat jelölésre, amely alapján Dencs Valériát, Martonosi Lakost jelölték, mégpedig a javaslattevők a következők. Felszámel Róbert, Lackó Róbert, dr. Pajor Margit, Dencs Valéria, Rövid Jenő, Újvári Zsombor, dr. Bús Mária, Pletikoszics Tibor, Szabó József, Bajusz Konca Ágnes, Varnyú Zoltán, Utasi Jenő, Borsos Karolina, dr. Törteli Telek Márta, Samu Tibor. És ez. Jó, igen. És folytatnám Nógrádi Anikó, Fekete Zsanett, Kávai Szabos, Nagy Attila és Dobó Ella. És akkor következik. Fel szeretném tenni a kérdést, hogy kíván a képviselőtesteti elnökhelyettesi tisztségre állított jelölt bemutatkozni. Nem kíván. Ezek szerint megnyitom a vitát a jelöltről. Kíván-e valaki hozzászólni a jelöltetésével kapcsolatban? Amennyiben nem, a vitát bezárom, és megállapítom, hogy a képviselőtesteti elnökhelyettes jelölt listát jelölések átadásának sorrendjében első és egyetlen pont alatt Dencs Valéria lett. Az ügyrendi szabályzat szerint a képviselőtestület elnökének és elnökhelyettesének megválasztására vonatkozó titkos szavazás lebonyolítására az eredmények megállapítása háromtagú bizottság alakul, amely már megalakult, amelynek tagjait a legtöbb képviselő helyett szerzett három választási lista adja. A bizottság a képviselőtestület elnökének megválasztása előtt került kinevezésre, mint ezt tudjuk. És szünet nélkül kérem a képviselőket, hogy a szólítás követően minden egyes tag vegye át a szavazólapját és tegye meg a szavazatát. Tehát megkérném önöket, hogy ugyanúgy, mint az előbb a KKT elnök megválasztásánál legyenek szívesek kifáradni, znácsi istokáikot, precednik, az kupcsén molin vázda dolgyite poglászács kivisztíj. Rákit ne bojsa. Zsdero Márko, Vajda Gabriella, Petrovics Glisics Jelena, Tomin Zorán, Fejsztámmer Róbert, Lackó Róbert, dr. Pajor Margit, Dáncs Valéria, Rövid Jenő, Újvári Zsombor, dr. Bús Mária, Pletikoszics Tibor, Szabó József, Bajusz Konc Ágnes, Varnyú Zoltán, Utasi Jenő, Borsos Karolina, dr. Törteli Telek Márta, Samu Tibor, Nógrádi Anikó, Fekete Zsanett, Kávai Szabolcs, Nagy Attila, Dobó Ella, Tandari Zoltán, Szagyana Ivics,
Milica Majkovic és Nikicsik Gorán. Na persze. Jó van, csak már most egy kicsit átforgattuk ezt a részt. Akkor itt én ismertetem a szavazást, vagy a bizottság. Megint. A bizottság. Azért mondom, ez akkor nem kell nekem. Szünet jön, igen. Jó, rendben van. De én 10 percet voltam. Majd megvárjuk, hogy befejezik. Én azt hiszem, hogy a szavazást lezárhatjuk, és 10 perc szünetet rendelek el a szavazás eredményeinek megállapítására. Képviselőtársak, dámai és gospodok! Jelentés a titkos szavazás megállapításáról, amely 2020. augusztus 21-én a Magyar Kanizsa Község képviselő testületének elnökhelyettesének megválasztására vonatkozó titkos szavazás eredményének megállapítására vonatkozik. Az ügyrendi szabályzat 20. szakaszával összhangban a következők kerülnek megállapításra. 29 szavazólap került nyomtatásra, a szavazóurna üres volt. 29 képviselő vette át a szavazólapot. A szavazás 12 óra 10 perckor kezdődött, a szavazás alatt nem észleltünk rendellenességeket. A szavazás után az ügyrendi szabályzat 20. szakasza alapján a következőket állapítottuk meg. A kiosztott szavazólapok száma 29. A felhasznált szavazólapok száma 29. A fel nem használt szavazólapok száma 0. Az érvényes szavazólapok száma 28. Az érvénytelen szavazólapok száma 1. Mellette 26 képviselő szavazott. Ellene 2 képviselő szavazott. Megállapítjuk, hogy Dencs Valéria képviselőtestületi elnökhelyettes jelölt 26 mellette és 2 ellen szavazattal megválasztásra került a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület elnökhelyettesi tisztségére. Köszönjük szépen és gratulálunk! Áttérünk a 7. napirendi pontra, a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület titkárának kijelölése. A képviselőtestület az alakuló ülésen közgazdaságtani szervekben végzendő munkához előírt szakvizsgával és legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkező okleveles jogászok köréből képviselőtestületi titkát jelöl ki. A képviselőtestületi titkát a képviselőtestületi elnök javaslatára nyílt szavazással 4 évre kell kijelölni, de annak leteltével ismételten kijelölhető. Ezzel összhangban ismertetem a jelölést. Mégpedig javaslatot teszem Rácz Major Diana mesterfokozatú jogász magyar kanizsai lakosnak a Magyar Kanizsai Község képviselőtestület titkárává 4 évre való kijelölésére. Indoklás. A hatályos jogszabályokban foglaltatoknak megfelelően a képviselőtestületi titkára az jelölhető ki, aki legalább 240 kreditpont terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben, akadémiai mesterképzésben, szakosított akadémiai képzésben, szakosított szakképzésben, illetve legalább 4 évfolyamos egyetemi alapképzésben vagy szakképzésben, jogtudományi, tudomány területen felsőfokú végzettséget szerzett. A közigazgatási szervekben végzendő munkához megkövetelt szakvizsgával és legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkezik. Rácz Major Diana, a magyar kanizsai lakos, mesterfokozatú egyetemi diplomát az Újvidéki Egyetem jogi karán szerzett, közigazgatási szakvizsgával és 7 év, 3 hónap munkatapasztalattal rendelkezik. 2013. május 7-től 2013. november 17-ig a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeny Kiskoláskör előtti intézmény titkári teendőit látta el, míg a 2013. november 18-ától Magyar Kanizsa Község közigazgatási hivatalába gyakornok, ezt követően a gazdaságfejlesztési osztályon jogi ügyekkel megbízott szakmunkatárs, majd 2018. február 1-től a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület titkára. A fentiekkel összhangban a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestületnek javaslom, hogy határozatával Rácz Major Diana magyar kanizsai lakost 4 évre jelölje ki a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület titkárának tisztségére. Csak még el szeretném mondani, a jelenlevő képviselőtestületi tagok szótöbbséggel, tehát nyíltan szavazunk, és
képviselőtesti titkárnak kijelöléshez szükséges szótöbbséget kell, hogy megkapja. Szavazásra bocsátom a képviselőtesti titkár jelölésére szóló javaslatot. Kérem, szavazzunk, ki van mellette, ellene és ki tartózkodik. Megállapítom, hogy 29 igen, nem és tartózkodó nélkül a képviselőtestület Rácz Major Diannát jelölte ki a képviselőtestületi titkár tisztségére 4 évre. Gratulálunk. Folytatjuk az ülést. A 8. és a 9. napirendi pont alatt szereplő határozatjavaslatok az ügyintézési és mandátumügyi bizottság fölmentéséről és kinevezéséről szól. A választási listavezetőkkel megtörtént az egyeztetés a napirendi pontokkal kapcsolatban, ezért javaslom, hogy e napirendi pontokról egybevonjuk a vitát. Ki van a javaslat elfogadása mellett? Ellene tartózkodik. Zöld. Kérem. 29. Igen. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk, és kérem az előterjesztőt, hogy ismertesse a napirendi pontokat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném ismertetni a 8. és 9. napi rendi pontot, ami pedig a határozat az ügyintézési és mandátumügyi bizottság fölmentéséről, illetve kinevezéséről. Ez a bizottság az előző összetételű képviselő testület által lett kinevezve, mégpedig az alakuló ülésén, így ennek következtében a 4 éves mandátuma a bizottságnak lejárt, ezért kérném önöket, hogy szavazzák meg a bizottság fölmentését. A következő napi rendi pont, azaz a bizottság kinevezésére, a képviselő csoportok tehetnek javaslatot a bizottsági összetételre, mivel a községi képviselőtestületben 2 képviselő csoport került megalakításra, ezért az ő javaslatukra a következő személyek lennének az ügyintézési és mandátumügyi bizottság tagjai, mégpedig elnöknek Lackó Róbert, elnök helyettesnek Varnyú Zoltán, tagoknak Kávai Szabolcs, Horváth Gergely és Vajda Gabriella. Kérem önöket, fogadják el a javaslatot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak. Mivel nincs jelentkezőt, a vitát lezárom, és szavazásra bocsátom a 8. napirendi ponttal a szereplő határozatjavaslatot. Ki van a napirendi pont elfogadása mellett, ellene és ki tartózkodik? Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Szavazásra bocsátom a 9. napirendi pont alatt szereplő határozatjavaslatot. Ki van a határozatjavaslat elfogadása mellett, ellene és ki tartózkodik? Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 29 igennel elfogadtuk. A rendeletjavaslat a Magyar Kanzsai Községi 10. napi rendi pont. Községi tanácsáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. Kérem az előterjesztőt, hogy ismertesse a napi rendi pontokat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Mivel a mai napon, azaz az alakuló ülésen, megválasztásra kerülnek a községi tanács tagjai is, ezért a bizonyos szakterületek változnának a községi tanácsról szóló rendeletben. Felolvasnám tehát, hogy mik lennének azok a szakterületek, amelyekre jelölik majd a községi tanács tagjait. A mezőgazdaság, közoktatás és ifjúságpolitika, idegenforgalom és tájékoztatás, művelődés és civil szervezetek, szociális és egészségvédelem, környezetvédelem és kommunális tevékenységek és közművek. Kérem önöket, fogadják el a javaslatot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát a 10. napi rendi ponttal kapcsolatban. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Ezennel szavazásra bocsájtom a 10. napi rendi pontot. Ki van elfogadása mellett, ellene, ki tartózkodik?
Megállapítom, hogy 27 igen és 2 tartózkodó szavazat mellett, ugye jól láttam. A napirendi pontot elfogadtam. Következik a községi végrehajtási szerveinek a Magyar Kanizsai polgármester, polgármester helyettes és a községi tanács tagjainak megválasztása. 11-12 és a 13. napirendi pont. A helyi önkormányzati törvény, valamint az ügyrendi szabályzat 30. szakasza így rendelkezik. A polgármester jelölt, a polgármester helyettes jelölt és a községi tanács tag jelöltek megválasztásáról a képviselőtestület egyidejűleg és összevonva dönt. A titkos szavazás jelölési csomagra vonatkozóan igen vagy nem bekarikázásával azzal az eljárással történik, amelyet az ügyrendi szabályzat a titkos szavazással lebonyolítandó képviselői testületi döntéshozatalra előírt. A polgármestert, a polgármester helyettest és a községi tanács tagjait a képviselőtestület 4 évre titkos szavazással a képviselőtestületi tagok teljes számának szótöbbségével választja meg. A Magyar Kanizsai polgármestert a képviselőtestület a tagjai köréből választja, a polgármester jelöltet a képviselőtestület elnök jelöli, ezzel összhangban a jelölésem a következő, amit már önök is készhez fognak kapni. Igen. Javaslatom a következő. Fejszámer Róbert, oklevelez közgazdász, Magyar Kanizsai lakosnak, Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület tagjának, a Magyar Kanizsai polgármester tisztségére 4 évre szóló kinevezésére. Indoklás. A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a polgármester személyére a képviselőtestületi elnök tesz javaslatot. A polgármestert 4 évre titkos szavazással az összes képviselőtestületi tag szótöbbségével kell megválasztani. Fejszámer Róbert 1979-ben született, foglalkozás oklevelez közgazdász, az általános iskolát Magyar Kanizsán, a középiskolát Szabadkán végezte, oklevelet pedig a kamenicai üzleti szolgáltató karon szerzett. 2005 és 2015 között a Tiszamenti Információs Fejlesztési Központ igazgatója volt. 2015-től a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Gazdasági és Fejlesztési Főosztályának vezetője. 2016. június 9-től Magyar Kanizsai polgármester. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István választási listáról a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület tagjává választotta. Megkérjük polgármester urat, jelölt urat, hogy mutatkozzon be. Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Kanizsai Képviselőtestület tagjait, és mivel kiosztásra került a rövid bemutatkozásom, és az elmúlt 4 évben azért nagyon sok mindenkivel együtt dolgoztam, és együtt voltunk bizonyos problémák megoldásánál, ezért magát az én személyemhez kötődő bemutatkozást, azt átugranám és arra a papírosra bíznám, ahol néhány mondatban ez elhangzott, és hogyha erre lehetőség van, ha már kijöttem, akkor én áttérnék a polgármester helyettes személyének az indoklására és a tanács tagok indoklására és bemutatására. Igen, köszönjük szépen ezzel kapcsolatban. Csak elmondanám, hogy a törvény és az ügyrendi szabályzat értelmében a polgármester helyettest, a képviselőtestet a tagjai köréből választja, valamint 7 községi tanács tagot választ. A polgármester helyettest és a községi tanács tag jelölteket a polgármester jelöli. Kérem, hogy tegye meg ezt. Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztésem a következő javaslat. Nebojsa Rakić, magyar kanizsai lakos, a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület tagja, a Magyar Kanizsai polgármester helyettesi tisztségre 4 évre szóló kinevezés, ennek pedig az indoklása következő. A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a polgármester helyettes személyére a polgármester jelölt tesz javaslatot.
A polgármester helyettes 4 évre titkos szavazással az összes képviselőtestületi tag szótöbbségével kell megválasztani. Nebojsa Rakić 1978-ban született, foglalkozása menedzser. Az általános és a középiskolát Csókán fejezte be, míg a főiskolát a Beográdi Gazdasági Főiskolán. 1998-tól 2012-ig a Családi Gazdasági Társaságot irányította. 2012-től az EPS áramszolgáltató cégnél áll alkalmazásban. 2016. június 9-től magyarkanizsai polgármester helyettes. Tagja a Szerb Haladó Pártnak, az Alekszandar Vučić gyermekeinkért választási listáról a magyarkanizsai községi képviselőtestület tagjává választották. Köszönjük szépen. Még a tanács. És akkor folytatnám igen, a tanácstagokkal. Tanácstag javaslatok pedig a következők. Vass Zoltán, mezőgazdasági szakterület. 1977-ben született, születésétől fogva Horgoson él. Családja a felmenőinek többsége az 1800-as években költözött Horgosta. Általános iskolát szülőfalujában végezte, a középiskolát Szabadkán, mint elektrotechnikus. 12 évet dolgozott a magyarkanizsai keramika csempegyárban, előbb, mint kalbatartó, később, mint a villamossági kalbatartás munkavezetője. 2009-ben iratkozott a Szegedi Tudományegyetem történelem szakára. Alapszakos diplomáját 2013-ban szerezte meg, történész és technikai szakon. Szakdolgozatát a szerbek 17. század végi nagy betelepüléséről készítette. 2014-17 között elvégezte a történelem mesterképzést, ahol kutatómunkájában dr. Hunyadi Vas Gergely szegedi országgyűlési képviselő munkásságát dolgozta fel. Ezt kiegészítve 2018-2020 között elvégezte a történelem tanár képzést. 1994 óta cserkész. A 2000-es évek eleje óta tagja a Horgosi Termelő Klubjának. 2005-ben Mórahalmon az önkormányzat és a HBF Hungaricum által szervezett pályázatíró tanfolyam hallgatója. Szülei hagyományát folytatva gyümölcs és szőlőtermesztéssel is foglalkozik. 2009-ben Palicson a Kecskeméti Főiskola által szervezett szőlészborász tanfolyamon gyarapította tudását. Alapító tagja a Horgosi Juvenior Polgárok Egyesületének és a Szent Orbán Bordlovagrendnek. 2004 óta Horgoson a kommunális és környezetvédelmi, 2016-tól a Magyarkanizsai Önkormányzat közterületi és utcanép bizottságának bizottsági tagja. Nős, 2 gyermek édesapja. Szülei mindig is foglalkoztak mezőgazdasággal. Ezzel szinte beleszületett a gazdálkodásba. Nagykorúvá válása óta, hol fő, hol kiegészítő foglalkozásként folyamatosan foglalkozik mezőgazdasággal. 2018-tól Magyarkanizsa Község Tanácsának tagja volt, ifjúsági és sportügyekkel megbízva. Következő javaslat, Bagány Ágnes, közoktatás és ifjúságpolitikai szakterület. 1983-ban született, az általános iskolát Magyarkanizsán, a középiskolát Zentán végezte. Közgazdasági szakon 2009 és 2019 között a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar asszisztense. Diplomáját ugyanígy szerezte okleveles tanító mesterszakon, majd 2011-től a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Oktatás-Szociológiai Szakos Hallgatója. Kutatási témája inkluzív pedagógia. Főbb kutatási területei a vajdasági magyar tanulási zavarokkal küzdő kisiskolások felzárkóztatásának és tehetséggondozásának kérdései. Doktori tanulmányai alatt minisztérium ösztöndíjas volt. 2017-ben elnyerte a Collegium Talentum ösztöndíját. 2017-től a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus Képző Intézet logopédia és tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus hallgatója. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja. A következő jelölt Vörös Túrú Anita, művelődés és civil szervezetek szakterület. 1980-ban született Szabadkán. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában Horgoson végezte. Középiskolai végzettségét, mint mezőgazdasági technikus, a Magyarkanizsai Műszaki Középiskolában szerezte meg 1999-ben. Ezt követően a szabadkai tanítóképző kanon folytatta tanulmányait, melyet 2004-ben fejezett, mint osztálytanító tanár mesteri fokozattal. 2007-ben a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát fejezte, mint gyógypedagógiai asszisztens.
2019-ben pedig másoddiplomát szerzett, mint fejlesztő pedagógus a Szabadkai VM4K és a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola közös szervezésében. Mindemellett aktív szerepet vállalt a Horgosi Művelődési Egyesület életében közel 20 éven keresztül. Alapító tagja volt az Iringó Környezetvédelmi Civil Szervezetnek. 2004 és 2018 közötti időszakban osztálytanítóként dolgozott a Horgosi Kálász Kalonia Általános Iskolában. 2018-2020 pedig ugyanezen intézményben igazgatóhelyettesi pozíciót töltött be. Tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek és 2019 óta a Községi VMS Női Fórumának elnökasszonya. Házasságban él, két gyermek édesanyja. Következő jelölt Újvári Zsombor, idegenforgalom és tájékoztatás szakterület. 1982-ben született, az általános iskolát Magyarkanizsán, számítógép elektrotechnikusi középiskola után a villamosmérnöki főiskolai diplomát Szabadkán, a műszaki szakfőiskolán szerezte. A nagybecskereki Mihályló Pupin műszaki egyetemen 2017-ben szerezte meg egyetemi oklevelét. Információs technológiák okleveles mérnöke szakon. 2012 óta dolgozik a közszférában. Jelenleg a Kommunálac közvállalat káderügyi előadója és informatikusa. Aktív közösségi ember, időnként felbukkan a médiában is. Nős, két fiúgyermek apja. A Vajdasági Magyar Szövetség tagja. Következő jelölt, Bicskei Ibolya, szociális és egészségvédelem szakterület. 1964-ben született, Olomhegyesen fejezte be az általános iskolát. 9.-10. osztályt Magyarkanizsán fejezte be, majd a Szabadkai Pedagógiai Akadémián szerzett diplomát. Újvidéken befejezte az óvóképző főiskolát. Rövid ideig könyvelőként dolgozott a Magyarkanizsai Iparos Egyesületben. 1990 óta dolgozik óvónőként. Az Adorjányi Szőke Tisza Művelődés Egyesület vezetőségi tagja, az Adorjányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára, a Vöröskereszt vezetőségi tagja, valamint a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke. Adorjányinél férjével 3 gyermeke és 3 unokája van. Következő jelölt, Zorán Tomin, környezetvédelem szakterület. 1973-ban született, végzettsége közgazdasági technikus. 1987 és 99 között kereskedőként, beszerzőként, de elsősorban üzletkötőként dolgozott a családi kereskedelmi termelő vállalkozásban. 1999-től a Sisi Group, a Sinalco termék márkáját gyártó, menedzsere és marketing tanácsadója Magyarkanizsa község területén. És a környékben majd bérbeadással foglalkozott. 2009-től 2016. szeptemberéig az osztrák Brandner Odpadna Privreda Kft. Magyarkanizsai részlegének vezetője, mind általános ügyi előadó. 2016 óta idegenforgalommal megbízott polgármesteri tanácsnok, a Szerb Haladó Párt tagja. Következő jelölt Márkos Déro, kommunális tevékenységek és közművek szakterület. 1986-ban született egyetemista. Az általános iskolát Magyarkanizsán, a középiskolát pedig Zentán fejezte be, majd beiratkozott a Novi Pazari Nemzetközi Egyetemre, melynek negyedik éves hallgatója. 2010 és 2011 között a Terusz Gazdasági Társaságnál állt alkalmazásban. 2011-től a G45 Secure Solution gazdasági társaságban dolgozik, ahol a Potisszié Kanizsa RT biztonsági szolgálatának vezetői munkakörét tölti be. 2016 óta a Magyarkanizsa Községi Tanács tagja, kommunális tevékenységek és közművek szakterületen. A Szerb Haladó Párt tagja. Rövid indoklás. A helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Községi Tanács tagjainak személyére a polgármester jelölt tesz javaslatot. A Községi Tanács tagjai 4 évre titkos szavazással a képviselőtestületi tagok teljes számának szótöbbségével kell megválasztani. A fentieknek megfelelően javaslom, hogy a Magyarkanizsai Községi Képviselőtestület a fentiekben javasolt személyeket válassza a Magyarkanizsai Községi Tanács tagjaivá. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A titkos szavazás lebonyolítására a listavezetők javaslataikat megküldték, és ez alapján ismertetem a bizottság összetételéről szóló javaslatom. Petikoszi Tibor, Vajda Gabriel, azt legyen a Ilígy. A bizottság elnöklője természetesen a legidősebb bizottságnak a Pletikoszics Tibor, és megkérem a bizottságot, hogy fáradjonak ide a pulpitushoz, hogy nézzék át és vegyék át a szavazólapokat az előtt elhangzott napirendi pontra.
прегледајте дали е уред. Да не правиме паузу због тога сад да правиме. Köszönjük szépen, megállapították, hogy rendben van, és kérem a képviselőket, hogy a szólítást követően minden egyes tag vegye át a szavazólapot és éljen szavazati jogával. Rákit Nebojsa, Márkos Déro, Vajda Gabriella, Jelena Petrovic Gvisic, Zorán Tomin, Fejsztámmel Róbert, Lackó Róbert, Dr. Pajor Margit, Dáncs Valéria, Rövid Jenő, Újvári Zsombor, Dr. Bús Mária, Pletikoszik Tibor, Szabó József, Bajusz Konc Ágnes, Varnyú Zoltán, Utasi Jenő, Borsos Karolina, Dr. Törteli Telek Márta, Samu Tibor, Nógrádi Anikó, Fekete Zsanett, Kávai Szabolcs, Nagy Attila, Dobó Ella, Tandari Zoltán, Szagyana Ilics, Milica Majkovics, és Niki Csigorán. Azt hiszem, mindenki megtette a kötelességét, 5 perces szünetet rendelkezik a szavazat megszámolása. Köszönjük szépen, megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményeket. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársak, dámi gospoda. Jelentés a titkos szavazás megállapításáról, amely 2020. augusztus 21-én a Magyar Kanizsa község polgármesterének, polgármesterhelyettesének és tanácstagjainak megválasztására vonatkozó titkos szavazás eredményének megállapítására vonatkozik. Az ügyrendi szabályzat 20. szakaszával összhangban a következők kerültek megállapításra. 29 szavazólap került kinyomtatásra, a szavazóurna üres volt. 29 képviselő vette át a szavazólapot, a szavazás 12 óra 50 perckor kezdődött. A szavazás alatt nem észleltünk rendellenességeket. A szavazás után az ügyrendi szabályzat 20. szakasza alapján a következőket állapítottuk meg. A kiosztott szavazólapok száma 29. A felhasznált szavazólapok száma 29. Fel nem használt szavazólapok száma 0.
Az érvényes szavazólapok száma 27, az érvénytelen szavazólapok száma 2. Mellette 26 képviselő szavazott, ellene 1 képviselő szavazott. Megállapítjuk, hogy Fejszámer Róbert polgármester jelölt, Nebojsa Rákics polgármester helyettes jelölt, Vas Zoltán, Bagány Ágnes, Vörös Túrú Janita, Újvári Zsombor, Bicskei Ibolya, Zorán Tomin, Márkos Déró tanácstag jelölt 26 mellette és 2 ellene szavazattal megválasztásra került. Köszönjük szépen! Kötelességem még egyszer elmondani, és szakterületekkel is, tehát megállapítom, hogy Fejszámer Róbert a magyarkanzsai polgármester tisztségére, Rákit Nebojsa a magyarkanzsai polgármester helyettes tisztségére, valamint a magyarkanzsai községi tanács alábbi tagjainak, Vas Zoltán mezőgazdaság szakterületre, Bagány Ágnes közoktatás szakterületre, Vörös Túr Anita művelődés és civil szervezetek szakterületre, Újvári Zsombor idegenforgalom szakterületre, Bicskei Ibolya szociális és egészségügyi védelem szakterületre, Zorán Tómin környezetvédelem szakterületre és Márkos Déró kommunális tevékenység és infrastruktúra szakterületre való megválasztását a Magyar-Kanizsai Község Képviselő Testület 26 tagja szavazta meg. Én gratulálok mindenkinek a kinevezésért, a kiválasztásért, mindenkinek jó munkát kívánok, és remélem, hogy a következő időkben ugyanilyen expeditívek tudunk majd lenni. Ezzel az alapító községi képviselő testületi ülést befejezem, illetve, bocsánat, mielőtt befejezném, a helyi önkormányzatról szóló törvény megállapítja, hogy képviselő testület tag nem lehet alkalmazott a községi közigazgatásban, illetve képviselő testület által kinevezett vagy tisztségre kijelölt személy. Ezzel összhangban megállapítom, hogy Fejszámer Róbert és Újvári Zsombor, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István, illetve Nebojsa Rákics, Márkos Déró és Zorán Tómin az Alexander Vucsi gyermekeinkért választási listáról megválasztott magyar-kanizsai községi képviselő testületi tagok megbízatása megszűnt. A megbízatás megszűnésének megerősítésére szóló határozat a községi hivatalos lapban kerülnek megjelenésre.